Július közepétől augusztus közepéig tart az őzek párzási időszaka, aminek következtében a felhajzott bakok csak a sutákkal vannak elfoglalva. Ilyenkor sokkal körültekintőbbnek kell lenni azoknak, akik éjszaka a volán mögé ülnek. Janács Gergely, a Gement ZRT erdészet vezetője úgy nyilatkozott: a nyári közúti balesetek jelentős százalékáért az őzek a felelősek. Egy gépkocsival történő találkozáskor nem csak az autóban keletkezik anyagi kár, az állat rendszerén nem éli túl az ütközést, ami a vadásztársaság veszteségének számít. Fontos tudni, hogy minden esetben a vadgépjármű ütközés történik, akkor az közúti balesetnek minősül, és akkor rendőrt kell hívni. A rendőrség meg fogja a megfelelő helyszínelést tartani, és értesíteni fogja a vadászatra jogosultat, és utána lehet tovább a káreseménynek a rendezésével foglalkozni, de ez sok esetben azért mind a két fél kárt szenved. Az autósok számára fontos tudni, hogy főként a párzási időszak alatt, az esti és hajnali napszakokban fel kell készülni rá, hogy ősztévedhet az útra. A szakértő elmondása szerint a sutát ilyenkor legtöbbször egy bak is követi, ezzel fokozottan nő a baleset veszély esélye. Az autósoknak szeretném még arra felhívni a figyelmét, hogy a vadgépjármű ütközés esetén a kötelező biztosítás az általában nem fizeti az így keletkezett kárt. A kaszkó biztosítás az rendezi a vadgépjármű ütközéses kárt általában. Lehet azonban olyan biztosítást is kötni, aki nem rendelkezik kaszkó biztosítással, csak hagyományos kötelező felelősség biztosítással, ez lehet kiegészítő biztosítást keresni, ami a vadgépjármű ütközést is rendezi. Az ország területén élő vadak az állam tulajdonát képezik, az állatteteme viszont a vadászatra jogosult személyt vagy társaságot illeti meg. Az elhullott jószág eszmei értéke átlagosan 200-300 ezer forint között mozog. Eltulajdonítása lopásnak minősül, amiért akár 1 millió forintos büntetés is kiszabható.